És meg is jöttünk Kolozsvára. Vagy Kolozsvárba? Vagy Kolozsvára. Szia Csaba. Magyarorsi Csaba. Örvendek. Hello. Lehet egy közös kép? Persze, hogy lehet. Egyszer. Tavaly nyáron voltunk Budapesten. Igen? És kiszúrtam a stúdiódat a Kilincsről, még írtam is Instán. És írtad, hogy majd legközelebb, ha Pesten járok, szólok, de hát... De hát most... nézd, eljöttem Kolozsvára és egyből találkozunk, látod? Igen. Az ember kiszáll az autóból. Ezek szerint itt is néznek engem. Persze. Nagyon sokan. Na szóval itt vagyunk Kolozsváron, románul Kluzsban, németül Klausenburgban, jiddisül Plojzburgban, és hát abszolút itt vagyunk a városközpont közepén. Városközpont közepén? Szóval nagyon benn vagyunk a városközpontban, viszont itt is van egy parkoló, és jöttem volna elektromos autóval, és most tölthetném erről a töltőről. De nem teszem, mert nem elektromos autóval jöttem. És tulajdonképpen ezzel a videóval újra is indul a hatodik évad, és véget ér a nyári szünet, amiben, hát lehet, hogy azt gondoljátok, hogy csak henyéltem, de nem, valójában dolgoztam méghozzá a környéken, méghozzá több hétig, amiről viszont ennél többet egészen biztosan nem mondhatok. Minden esetre a környék csodálatos, az emberek nagyon-nagyon kedvesek, nációtól függetlenül nagyon-nagyon kedvesek, és ennél többet tényleg nem mondhatok, de izgalmas hetek voltak ezek. Viszont most, hogy újra indult a vlog, gondoltam, nem otthonról jelentkezem be, hanem gyorsan még eljövök veletek Kolozsvárra, és holnaptól indulnak otthonról az adások, de hát tulajdonképpen ez már maga a vlog. És többször felmerült, hogy el kéne jönni Romániába, különösképpen Erdélybe, és csinálni itt egy nagy sorozatot. Ez most nem az lesz, de minden esetre néhány izgalmat bemutatok Kolozsvárról, méghozzá, hát nem is tudom, kezdjük a Mátyás király szoborral. Szóval, hogy két-három dolgot akarok kiemelni ebből a fantasztikus városból, ami egyébként Romániában egy rendkívül meghatározó település, tehát konkrétan Bukarest után a második legfontosabb gazdasági központ, és hát történelmileg meg igen-igen gazdag, és nagyon-nagyon sok mindenről lehetne mesélni, de van reptere is, szóval ott megy a repülőgép. De legalább két vetületét el fogom mondani a gazdag kolozsvári történelemnek, de ezen kívül is azért mutatok nektek ezt-azt. Szóval kis alapozás, egy tényleg nagyvárosról beszélünk, 320 ezeren laknak itt benne, de agglomerációval együtt 420 ezeren, és ez Románia egyik legfontosabb tudományos, kulturális, ipari és üzleti központja, és itt van például az ország legnagyobb egyeteme is, és hát az a helyzet, hogy már a rómaiak is ténykedtek a környéken, aztán utána néhány évszázadnyi szünet után megérkeztek a magyarok, és hát Szent Istvánnal aztán megalapították azt a várost, amit ma is kolozsvárként ismerünk. Érdekes történelmi vetületű, az 1400-as években a Hunyadi Mátyás elleni összeesküvés vezetőit itt végezték ki, és hogy az 1800-as években így nyitották meg a gyűjtésből épülő Farkas utcai kőszínházat, ami a legelső magyar színház épület volt. Ja, és 1848 májusában itt mondták ki az uniót Erdély és Magyarország között, ami hát tulajdonképpen azzal járt, hogy Kolozsvár elvesztette fővárosi szerepét, mert hogy Kolozsvár volt Erdély fővárosa, viszont létrejött az unió. És hogy megértsük ki, ez mennyire egy fontos történelmi magyar város, 1900-ban például a város 13 ezer lakására 590 fürdőszoba jutott, ami így 2022-ben nem tűnik nagyon-nagyon soknak, de akkoriban ez volt a második legjobb eredmény Budapest után. De az utcai világítás, meg a telefonhálózat, meg minden egyéb szempontjából is egy rendkívül fejlett városnak számított Trianon előtt Kolozsvár. Nem azt mondom, hogy utána nem számított annak, hanem hogy a történelmi Magyarországban ez egy kiemelten fejlett és nagyváros volt. És akkor beszéljünk egy kicsit még a magyar lakosság részarányáról is, ami az 1910-es években, hát elég magas volt, szóval akkor 60 ezerre lakták a város, és ebből körülbelül 50 ezer volt a magyar. Na most az érdekesség az, hogy a magyarok száma az elmúlt évtizedekben, sőt több mint 110 évben sem csökkent, mert most körülbelül olyan 60 ezer magyar lakik itt, viszont a város maga sokkal nagyobb lett, szóval nem az van, hogy körülbelül 80% a magyar lakosságnak az aránya, hanem ilyen 15-20%. És akkor beszéljünk két nagyon fontos kolozsvári kötődésű történelmi szeméről. Az egyikük Mátyás király, akinek itt van ez a hatalmas bronzszobra, és akinek itt van a szülőháza is. Igen, először menjünk el a szülőházhoz, és beszéljünk arról, és csak utána térjünk rá a szoborra, mert hogy azok az izgalmas izgalmak, amik a szobor körül alakultak az elmúlt hát több mint 100 évben, azok visszavezethetők az ő születésére, nemzetiségére, meg egy csomó történelmi izére. Egyébként Kolozsvár egy iszonyat jó hangulatú város, szóval tele van minden ilyen kis kiülős helyekkel, ahova ki is ülnek a helyiek, és ugye
miután itt van az ország legfontosabb egyeteme, nagyon-nagyon sok a fiatal, és hát én voltam már itt többször, legutoljára talán ilyen 6-7 éve, és akkor is ilyen mellbevágó a jó hangulata volt, szóval otthon Szeged tud ilyen lenni, amikor tele van egyetemistákkal, csak Kolozsvár még nagyobb annál. Jó itt! Egy szőlős gazda tulajdonában volt, akinél rendszeresen megszállt Szilágyi Erzsébet, amikor a környéken járt, és így tett 1443-ban is, amikor világra hozta Mátyás király. És hát a családi legendáriumban olyan jelentősége volt ennek az épületnek, hogy amikor Mátyás az 1460-as években visszalátogatott ide, akkor a ház tulajdonosait mindörökre mentesítette az adófizetés kötelezettsége alól, de nem csak őket, hanem a leszármazottaikat is. És hát ez meg annyira beágyazódott a magyar történelemben már, mint Mátyás király és az ő szülőház, hogy amikor másik Rákóczi György ellátogatott ide az 1600-as években, akkor megerősítette a házat ebben a kiváltságban. És a történelmi kontinuitásnál maradva, amikor az 1880-as években első Ferenc József ellátogatott a környékre, akkor pedig megnézte az épületet, látta, hogy roskadozik, és úgy volt vele, hogy egy magyar király szülőháza az nem roskadozhat ennyire, úgyhogy jelentős összegekkel támogatta a felújítást, és hát ezeknek a kiváltságoknak, meg ennek a jelentőségnek köszönhetően áll ilyen jó állapotban ma is ez az épület itt Kolozsvár belvárosában, amire egyébként több nyelven is ki van írva, hogy miért jelentős. Szóval ott van románul, meg angolul, és nyilvánvalóan van egy hatalmas tábla, ami pedig magyarul regéli el ennek az épületnek a történetét. Na és most, hogy megnéztük a szülőházat, és megyünk vissza a szoborhoz, és látjuk, hogy azért a Mátyás kultusz az románul is létezik, óhatatlanul felmerül az a kérdés, amit már sokan sokszor feltettek, hogy most akkor Mátyás király román volt? Na most ez egy olyan kérdés, amire nem csak nincs egyértelmű válasz, hanem hülyeség is. Szóval, hogy a mostani kor viszonyait ráerőltetni az 1400-as évekre teljesen fölösleges, az viszont tény, hogy Mátyás családja, felmenői, főleg a nagyapja, a keresztneve alapján valószínűleg havasalföldi volt, és hát innen került a magyar királyhoz, és lett annak egy hős katonája, nem is beszélve az apjáról, ugye Hunyadi Jánosról, aki pedig a magyar történelem egy meghatározó alakja, szóval, hogy igen, valószínű, hogy ő egy havas a földről származó família harmadik generációs tagja, viszont ennek abban a korban egyáltalán nem volt jelentősége. A nemzet mai fogalma ugyanis csak évszázadokkal később alakult ki, és a 14.-15. században sokkal inkább az határozta meg egy személynek a hovatartozását, hogy melyik volt az az ország, amelyiket szolgálta, melyik volt az az ország, amiért a vérét adta, és amiért meghalni is képes lett volna, és hát tulajdonképpen ez a közös hit, meg ez a közös akarat formálta egybe egy-egy uralkodónak a népét, a lakosságát, és lehettek azok görögök, meg szászok, meg románok, meg bárhonnan jöhettek, hogyha megvolt ez a közös akarat, és megvolt ez a közös erő, akkor az tulajdonképpen már nemzet volt. És hát az a helyzet, hogy Mátyásnak már a nagyapjáról is elmondható volt, hogy az életét áldozta volna a magyar királyért. Az apja az egyik leglegendásabb magyar történelmi alak, és hát ilyen formán aztán Mátyás magyarsága az semmilyen szempontból nem kérdőjelezhető meg. Mert hogyha elkezdjük ezt feszegetni, akkor a legtöbb magyar történelmi hősről ki fog derülni, hogy egyáltalán nem is magyar, ami meg megint csak nem lenne igaz, hiszen aki Magyarországért adja a vérét, meg az életét, az sokkal inkább magyar, mint az, aki mit én a DNS-ében ki tud valamit mutatni. Viszont minden esetre ez az eredet azért érdekessé tette a románok számára is Mátyást, és nem kezelték úgy, mint egy idegen elnyomót, hanem mint a mi kutyánk kölykét, úgy többé-kevésbé. Ezért is lehetséges az, hogy Mátyás hatalmas szobrát, ami az 1900-as párizsi világkiállításon aranydíjat nyert, és amit 1902-ben helyeztek itt el, szóval, hogy ez átvészelte az elmúlt, mondjuk úgy, hogy zűrzavaros 120 évet, és bár időnként felmerült azért az eltávolításának a lehetősége, ezt a véleményt, ez többnyire mindig csak egy-egy kisebbségi csoport hangoztatta, és ők sem elsősorban a szobor miatt, hanem egy dombormű miatt, ami a szobor része volt eredetileg. Ezen a domborművön szerepeltek azok a nemzetek, azok az uralkodó családok, akiket Mátyás legyőzött, és hát például a Habsburg uralkodónk is azért nem jött el a szobor avatására, mert hogy ők is ott voltak a legyőzöttek között, és hát
nem csak nekik szúrt a szemüket valami, hanem a románok egy részének meg azzal volt problémája, hogy hát tulajdonképpen Moldávia is ott volt a legyőzött területek között, méghozzá nem is akárki, hanem konkrétan a harmadik István, akit a románok a legdicsőségesebb királynak tartanak, és hát akit azért állítólag csak a mátyási propaganda szerint győztek le Mátyás seregei. Minden esetre 1919-ben román parasztok ökrökkel próbálták a szobor talpazatát kimozdítani a helyéről, hát ez nem nagyon sikerült nekik, aztán utána az nyugtatta meg a helyi lakosságot, hogy elhelyeztek egy ilyen kis táblácskát a szobor lábánál, amin egy idézet van még hozzá, a következő. Győzelmes a háborúban, legyőzetett Baján saját nemzete által, midőn a legyőzhetetlen Moldvát próbálta leigázni. Amiben ugye sok minden szerepel, egyrészt, hogy a saját nemzete által lett legyőzve Mátyás király, tehát hogy a románok kifejezték, hogy ő román, és hogy bizony-bizony nem sikerült legyőzni az ikonikus román uralkodót, hanem vesztette ellene. Lényeg az, hogy a kedélyek már rég megnyugodtak a szobor körül, és hogy a 2000-es években, 2006 környékén felerészt magyar, felerészt román állami pénzből lett felújítva ez a hatalmas szobor, ami azért a 20. század egyik monumentális és emlékezetes magyar alkotása, és ami hát mondhatjuk, hogy uralja Kolozsvárnak a látképét. Szóval a magyar király szobra bizony nagyon is meghatározó momentuma Kolozsvárnak 2022-ben is. De talán pontosabban fogalmazza mindezt meg Jon Aruel Pop, román történész, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen Mátyás Magyarországnak, Erdélynek és egy csomó minden másnak is az uralkodója volt, és mint ilyen nemzetközi uralkodónak tekinthető, és éppen ezért kár azt mondani róla, hogy magyar király, mert hogy volt ő magyar király, román király, mindenféle király volt, és éppen ezért nem azt kell nézni, hogy a nemzetek hova rángatják őt, hanem tulajdonképpen egységesen lehet tisztelni az ő örökségét. Jó, mi? Láttam még, ima szerencsekerék. Megförgeted, és megmondja, hogy kiért mondjál imád? Kedves dolog, mert hogy tulajdonképpen arra tanít, hogy gondoljunk egymásra. Ne csak magunkért mondjunk imád, hanem másokért is, és majd ő kipörgeti nekünk, hogy kiért mondjuk azt az imát. Figyeljetek, és az a helyzet, hogy most nem a Porsche miatt mondom, ami itt áll, és nem is amiatt a Porsche miatt, ami meg ott áll. Szóval, hogy én azért eltöltöttem némi időt itt a környéken az elmúlt hetekben, és hogy ilyen megdöbbentően kivirágzott Románia, legalábbis Romániának az a része, ami tulajdonképpen a határtól Kolozsvárig tart. Szóval, hogy én emlékszem, hogy amikor autóval utoljára jártam errefelé ilyen 15 évvel ezelőtt, akkor sokkoló élmény volt azért átjönni Magyarországról Romániába, még Kelet-Magyarországról is, mert hogy minden annyival elhanyagoltabb volt, szegényebb volt, szemetesebb volt, most meg az a helyzet, hogy maga a táj az tulajdonképpen gyönyörű, és nyilván a táj az régen is az volt, csak tulajdonképpen nem látszott az ipari mennyiségű mocsoktól. Most viszont a mocsok az valahogy eltűnt, a porták azok rendezettebbek lettek, az emberek láthatóan gazdagabbak lettek és jobban élnek, és hát ennek megfelelően helyenként konkrétan ilyen Toszkánára emlékeztet az a környék, ami tulajdonképpen a határtól egészen idáig tart. És itt a kávézókat nézve meg nem az embernek a benyomása, hogy jaj, szegény Románia, vezeg Magyarország, és itt pökhendiskedünk, hanem hogy úristen, itt az emberek tök jól élnek, tök normálisan élnek, és nyilvánvalóan nekik is megvannak a problémáik, és nyilvánvalóan ez az eltelt néhány hét, amit itt töltöttem a környéken, azért nem elég arra, hogy egy ilyen teljes szociokörképet adjak az országról, de az biztos, hogy az első, a második, meg a tizedik és a huszadik benyomás is az, hogy sokkal-sokkal kisebb már a különbség most Románia és Magyarország között, mint amilyen volt 15 éve. És én tudom, hogy azért ez egy gazdag része Romániának, és el lehet menni itt is azért olyan helyekre, hogy az ember megdöbben, de egyrészt Magyarországon is vannak olyan helyek, ahol az ember megdöbben, másrészt meg az összehasonlítási alap az ez. Szóval ez volt az a környék, ami 15 éve, és nem elsősorban Kolozsvár, hanem a kisebb települések, ami 15 éve sokkolóan hatott rám, amikor megérkeztem ide, és ezek a kis települések azok, amik tök jól élnek ma már a korábbi önmagukhoz képest, tök rendezetten, normális autókkal járnak az emberek, nincsen mindenhol szemét, a házak rendezettek, és az árak pedig magasabbak, mint Magyarországon konkrétan. Nem mint 15 évvel ezelőtt, hanem hogy az látszik, hogy rendez egy pizzát egy faluban 2000-2500 forint, meg hasonló árak vannak, szóval, hogy... És ezt gondolom ki tudják fizetni, hogyha ennyit kérnek érte, szóval, hogyha nem tudnák kifizetni, akkor nem kérnének érte ennyit, mert akkor nagyon gyorsan csődbe mennének.
A másik fontos történelmi épület és magyar kötődés pedig a Szent Mihály templomhoz köthető. Ugye hát tulajdonképpen Kolozsvár a második bécsi döntéssel, Trianon után 20-valahány évvel visszakerült Magyarországhoz egy rövid időre, és hát akkoriban Márton Áron volt itt a püspök, aki felszólalt a templomban 1944-ben, mégpedig azért, mert akkor indultak meg a zsidó deportálások innen Kolozsváról is, és hát tulajdonképpen felhívta a magyar miniszterelnöknek, a belügyminiszternek és a főispánnak a figyelmét, mert hogy igen, volt főispán, hogy mennyire embertelen ez a cselekedet, és hogy ő római katolikusként is kiáll a településnek a zsidó lakossága mellett, és hogy keresztényként és katolikusként mindaz elviselhetetlen, ami történik, úgyhogy azonnal állítsák le a deportálásokat, de nem állították le, hanem néhány nappal később 6 vagonnal elszállították innen haláltáborokba a helyi zsidó lakosságot, és hát a többségüket megölték. És hát Márton Áron nem csak rendkívül bölcs és okos püspök volt, de sziklaszilárd erkölcsi elvei voltak, ami azt jelenti, hogy pontosan tudta, hogy katolikusként az a dolga, hogy minden üldözöttel közösséget vállaljon és valamilyen módon kiálljon mellettük. Éppen ezért, amikor a következő már kommunista rezsim elkezdte üldözni a román görög-katolikus egyházat, vagyis hát tulajdonképpen betiltotta, akkor pedig kiadta a katolikus papoknak, hogy a görög-katolikus testvéreiket a lehető legnagyobb vallási támogatásban részesítsék, és a lehető legnagyobb és legelőzékenyebb szeretettel segítsék őket, ahol csak tudják. Ennek megfelelően aztán Márton Áron elkezdte a kommunista rezsimnek is szúrni a szemét, ami azt jelenti, hogy amikor mászkált az országban, akkor konkrétan a hívők már valamiféle spontán testőrséget szerveztek, hogy valamilyen módon meg tudják óvni a püspököt a kommunista rezsimnek a túlkapásai ellen, de azért ez hosszú távon nem volt tartható, ami azt jelenti, hogy 1951-ben a bukaresti katonai törvényszék 10 év szigorított fegyházra és életfogytiglani kényszermunkára ítélte, aztán 55-ben kiengedték, de mielőtt a hívei közé engedték volna, azelőtt egy hónapig jó módban tartották, hogy a hívek ne vegyék észre, hogy milyen rossz volt az állapota és milyen rosszak voltak a püspök körülményei. Aztán utána újra lecsukták, és végül 1967-ben engedték szabadon, de onnantól kezdve a hívőknek már érthető módon nem volt bizalmuk a román vezetésben, éppen ezért akárhova mászkált, ilyen spontán testőrség szerveződött a hívekből Márton Áron köré, és hát tulajdonképpen 1980-ban hunyt el. De ő is egy nagyon-nagyon fontos kolozsvári születésű figura, aki hát nem csak a magyar kötődése okán érdekes számunkra, hanem azért, mert hogy, hát, hogy is mondjam, sok hasznos dolgot tanított nekünk. Sok olyan dolgot tanított nekünk, ami hasznos lehetne akár 2022-ben is, ha nem felejtettük volna el ezeket, és nem váltottuk volna fel a valódi erkölcsöt ilyen plakátra ragasztható, gyűlöletkeltő mottókra, mert azzal tele van a padlás, de ilyen kiállásból egyre kevesebb van. És most menjünk és találkozzunk egy helyi ismerősömmel, akit évek óta nem láttam, és akinek a meghívására voltam utoljára a városban, de az még bőven a vlog előtt volt, mondjuk 2-3 évvel a vlog előtt talán. Now I see it clearly in my mind. Találkoztunk először itt? 7-8 éve? 2016-ban. Akkor 6 évvel ezelőtt, ugye? És akkor te még érettségi előttálló diák voltál, ahogy emlékszem. És csináltál egy rendezvénysorozatot, ahova bloggereket hívtál Magyarországról és meg mindenhonnan, igaz? Szóval, hogy érettségi előtt itt tartott, és most már a Forbes-nak dolgozik. És most érkeztél haza Párizsból, meg Brüsszelből, meg ilyen helyekről? Hát Amsterdam, Párizs, Verona. Ez egy ilyen co-working office. És akkor itt lent ezek ilyen hotdeskek, itt nagyon sokan tudnak bérelni asztalt, és tehát ilyen napjára, és akkor fent vannak dedicated deskek, úgyhogy szoktam ingázni fent és lent között, és lent van egy ilyen stúdió, ahol szoktam hát nem stúdió, azért az túlzás, de ott szoktam készíteni videókat én is, vagy az interjúkat, vagy valami ilyesmi. Mi? Óvóhely, vagy mi volt? Régebben bank volt, és itt tartották, az egyikben tartották az aranyat, és a másikban nem tudom mit. És akkor azért ilyen szépek, mert régebben ezek szépként működtek, úgyhogy ezek megmaradtak, mert nem lehetett őket leoperálni. És ezt az asztalt itt bent kellett összeállítani, mert nem fér be az ajtón olyan kicsi. Nem tudod magad abszolút bezárni, tehát hogy becsukod, be lehet csukni, de bezárni nem tudod magad. Ez megnyugtatva. Itt, illetve kint szoktam készíteni a
az interjúkat, meg a beszélgetéseket. Ez itt egy nagyon jó hely, szokott lenni még egy asztal, és most éppen lesz, ha minden jól megy az Ivisz folyamán a podcast sorozat, és akkor itt majd az be lesz rendezve, és akkor arra fogunk törekedni, ne vízhangzódni. De itt ezt oda tudok kötni a laptopot, meg ugye az egyetemen is szemnem záró, úgyhogy amikor még online volt az oktatás, akkor itt tudtam megtartani az óráimat, úgyhogy tábla is volt, úgyhogy ez egy nagyon kis... De milyen órákat tartasz kinek? Kommunikáción az alapképzéseknek tanítok prezentációk nektik által. De hova? Melyik intézményben? A Bábás-Bolyai Tudományi Egyetemen. Ami a legnagyobb egyetem tulajdonképpen Romániában, igaz? A legnagyobb magyar, de tehát román és minden, tehát hogy magyaroknak is ott ez a legrangosabb egyetem, igen. Én jól látom, szóval hogy van egy benyomásom, aztán majd cáfolod, vagy megerősíted, hogy amikor itt voltam nálad 7 évvel ezelőtt, akkor vonattal jöttem, de egy 10-15 évvel ezelőtt én autóval mászkáltam ezen a környéken, és pontosan emlékszem arra, hogy Nagyváradtól mondjuk Kolozsvárig eljutni, az milyen volt, és milyen épületekkel találkoztam, milyen utcákkal, milyen közállapotokkal. Az létezik, hogy sokkal-sokkal jobb körülmények vannak most Romániában, mint 10-15 éve? Persze, egyértelmű, sokkal, sőt, hogyne, persze, tehát például Kolozsváron, szerintem az elmúlt, nem tudom, 6 évben, tehát amióta utoljára itt járt, azóta is sokat változott, és sokat modernizálódott, és sokat civilizáltabb, sokkal. De ez mitől van? Tehát, hogy az a helyzet, hogy ezt pont az adásban mondtam el, hogy amikor, tehát nem egy ilyen gőg volt az emberben, de minden esetre, amikor 15 évvel ezelőtt mondjuk az ember Magyarországra jött, akkor azt látod, hogy most meg tökre nem ezt látom, hanem azt mondom, hogy hú. Tehát, hogy mi ez a változás? Bejöttek a multinacionális vállalatok, rengeteg sok multinacionális vállalat van, Kolozsváron is a környékén, és nagyon sok IT vállalat. És gyakorlatilag Kolozsváron rengeteg sok informatikus van. Ez azzal is jár, hogy nagyon sok tőke van ide összpontosulva, nagyon megdrágult az élet, tehát mondjuk az elmúlt 6 évben, nem tudom hányszorosára, de mondjuk csak az ingatlan árakról beszélünk, akkor ilyen... észveszejtően. Tényleg majdnem ilyen budapesti ingatlan árak vannak. De ez azt jelenti, hogy csak a fizetések is megközelítették a budapestieket, vagy zárkoznak fel? Ez attól függ, az IT szektorban nagyon jól keresnek, és akkor ez azzal járt együtt, hogy csomó modernizációs dolog be van vezetve, tehát hogy itt is van bolt, itt is vannak ilyen elektromos rollerek, amiket nagyon nagy előszeretettel használnak, akkor nem tudom, a buszon tudsz, mint Londonban fizetni kártyával. Fordítsuk meg, régebben, amikor például Budapesten jártam, akkor az volt a feelingem, hogy wow, na ez Budapest, ez Magyarországnak a fővárosa, milyen szuper, milyen fejlett. És most meg azt látom, hogy ott ugyanott vagyunk majdnem, tehát hogy úgy azt gondolom, hogy igen, de nem csak Kolozsvárra igaz, tehát ez őrült menő ez a város, ez tök oké, de hogyha utazol mondjuk 40-50 kilométert nyugatra, mondjuk mit tudom én, még Bánfi, Hunyadig nem érsz el, de megnézel egy ilyen akármilyen kis települést, akkor ez körülbelül olyan, mint egy magyar vidéki kis település. Hát szerintem mondjuk nem pont olyan rendezett, de igen, mivel annyira nagyon sok és nagyon nagy fejlődése ment keresztül mondjuk Kolozsvár, így a környező falvakból például azok a nénik, akik mondjuk háztartási nénik voltak, azok bejárnak és takarítanak, vagy bejárnak és nem tudom, és akkor ők is fejlődtek, és akkor anyagilag ők is épültek. Szóval ez egy ilyen... Ők is részesültek, igen, ebből a nagy közösségből. A hóhért? Ez most hova megy? Ez most az Erdélyi Hangnak a YouTube csatornájára. Ugye van az a kis blog, amit én vezetek, és akkor ez oda fog majd kikerülni, ha minden jól megy. Jó, akkor itt lezárom, hogy ott nézzétek inkább meg. Na és hát itt fejezzük be az adást, ahol kezdtük. Történelmileg fontos helyszínen, és ez a kolozsvári blog most ennyi, de a vlog az határozottan újraindult, úgyhogy a 6. évad folytatódik. Egyébként, amit elfelejtettem mondani, hogy Endre ennek a templomnak a túloldaláról a Mátyás szobor elől küldte el üdvözletét a 6. évad nyitójához, amiben szerepelt ő ezzel a képpel, úgyhogy tulajdonképpen kétszer nyitjuk meg a 6. évadot januárban és szeptemberben, és mind a kettőnek van erős kolozsvári kötődése. Tudumáltuk, a következő adás az már valószínűleg Budapestről fog jelentkezni, annak kell neki. Zsúfolt napok ezek. Kösz, hogy velem voltatok, és izgi időszak áll előttünk. Sziasztok! Clear.